Na hát nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, a technikai ördöge most is megtréfált minket, mint mindig, bár még valójában ezzel sem most először, de hát valamit mindig valahogyan el kell kezdeni. Nagyon sok szeretettel mutatom nektek Szentes Éva kedves barátnőmet. Jó reggelt kívánok, vagy jó napot kívánok minden kedves Budapest FM hallgatónak és nézőnek. Reggel van, kérlek szépen, határozottan reggel, korán keltünk, ahogy ide tudjunk érni, legalább 8-9 körül föl kellett kelni, tehát ez egy nagyon korai időpont. Azzal készültem, drága Éva, hogy belemenjünk a mélyébe. Igen? Nem felszínes kérdéseket szeretnék föltenni, azt mindenki más is tudja, arra mindenki képes, sőt, hát én azt gondolom, hogy a magyar médiában többségében a bulvárszagú, felszínen semmit mondó, vagy legalábbis nem sok hasznos információt tartalmazó riportok meg interjúk vannak zömében, azt gondolom. De hogy az ember nem az, ami a felszínen látszik, hanem az, ami belül valójában. És én azt a versőt szeretném most megmutatni a nagyon kedves jó, közönségnek, ha te is szeretnéd. Na, írónak lenni az egy nagyon egzotikus dolog szerintem. Az egzotikus? Érdekes. Exotikus. Miért gondolod érdekes. Azért, mert izgalmas dolog. Mert hogyha valaki azt mondja, hogy író vagyok, vagy valaki azt mondja, hogy író, akkor nekem például rögtön egy ilyen detektív regény jut. Ezt mondjuk Agatha Christie, hogy hogyan ír, és hogyan lesz Sherlock Holmesba, vagy akárkiből, hogyan lesz egy legenda. És azt gondoljuk, hogy van egy régi nagy írógép, és akkor pötyögteti a izéket, ahogy a filmben szoktuk látni, és akkor szívja a cigit, dobja ki a papírokat, ez nem jó, összegyűri, kuka másik, és ez az izgalmas, amikor nézem filmen, tévében, hogy izgalmas. Hogyan lesz valakiből író? Hogyan lesz valakiből író? Hála a jó és Istennek. És ilyen egy író? Hát hála jó Istennek, hogy nem kell írógéppel érni, mert egy kicsit hosszabb ideig tartana leadni egy kéziratot, meg kiavítani egy kéziratot, mert ugye ha van, mondjuk készülünk egy új könyvvel, általában most az ötödik könyv jött ki, ötödik megjelenésem jött ki tavaly, ami az ötödik, az csak egy ilyen félig közösen írtuk a Péter Finovákivával, tehát az egy fél kézirat volt, vegyük úgy. Ha készülünk egy új könyvvel, egy új megjelenéssel, akkor azt körülbelül szerintem 5-ször, 6-ször, 7-ször, 8-ször, vagy legalább még 20-szor átírjuk. Kihúzzuk, kiradírozzuk, kitöröljük, még a szerkesztő még átírja 3-szor. Én elő szoktam szerkeszteni a barátaimmal, és hogyha ezt írógéppel csinálnánk, ez nagyon-nagyon nehéz lenne. Ezt tudom képzelni, hogy régen hogy írhattak, hogy ez mennyi munka volt, mennyi meló volt. Most nagyon egyszerű a dolgunk. Fogjuk a kis számítógépünket, laptopunkat, bárhová a világon elmehetünk, bármilyen helyre beülhetünk, leülhetünk, akár kocsiba is, foghatjuk magunkat, és tényleg a világnak a bármelyik pontjáról dolgozhatunk. Ettől mondjuk egzotikus ez a munka. Nagyon szépen elmondtad, hogy keletkezik egy könyv, hogyan lesz egy könyv, de az én azt kérdeztem, és most megkezdem még ezt, hogy hogyan lesz valakiből író. Hogyan lesz valakiből író? Amikor én elkezdtem, mi nagyon régóta ismerjük egymást, ez annyira nagyon nem titok a követők előtt, vagy akik követik az oldalainkat, azok előtt ez nem titok. Tehát te láttad az elejét az én pályámnak, és akkor, amikor én kezdtem, 2011-ben kezdtem el blogolni, akkor még Magyarországon nem nagyon volt divat a blogolás, most már azért rengeteg blog meg minden van, de akkor kezdődött el ez úgy igazán divatba jönni, hogy jött, azt hiszem, hogy Amerikából jön ez a blog kultúra, és akkor még az Orovec Nóra volt egyedül, akinek nagyon nagy sikere volt bloggerként, és én elkezdtem írni. Először csak a Facebookra tettem ki ilyen kis rövid karcolatokat, és annak volt egy ilyen, alakult ugye a barátok közül egy ilyen kis közönség, és akkor mindenki mondta, hogy hát ez tök klassz, és hogy ezzel kellene csinálni valamit. És én emlékszem, hogy az egyik barátnőm, a Móni barátnőm mondta, hogy figyelj, akkor csináljunk neki egy blogot, és hogy ezzel, ennek adjunk egy nevet, és kezdj el ezzel komolyabban foglalkozni. És én elkezdtem blogolni, nagyjából fél év, mondjuk, tudom én, 8 hónappal később pedig már akkor volt egy ilyen kisebb közönsége a blognak, meg egy szabad szemmel is jól látható olvasótábora. És most a rúzsés tükörről beszélünk? Rúzsés tükörről beszélünk, igen, én azzal kezdtem. És oda jött hozzám egy étteremben egy nő, egy hölgy, akinek volt egy magazinja, és oda kezemben nyomta a névjegykártyáját, és mondta, hogy neki van egy stílus magazinja, és olvassa a blogomat, és hogy szeretne nekem munkát ajánlani, és nézzük meg. És tulajdonképpen az én karrierem így kezdődött, hogy eléggé korán, tehát már a blognak a nagyon kezdeti szakaszában munkát kaptam egy magazinnál, ahol 2,5 évig vagy 3 évig dolgoztam, ott később rovatvezető, aztán pedig főszerkesztő lettem, és
és utána pedig jött a VMN, és a, gyakorlatilag a, ami az én első könyvem, ami ilyen óriási nagy dobásnak számított, hogy én a rólam, velem történő betegségről megírtam, elkezdtem írni akkor még a Style magazinon, ilyen gyakorlatilag a diagnózis a első napjától írtam a betegségemnek a naplózását, egy ilyen naplóbejegyzéseket, és annak az iszonyatosan széles körben eljutott, és akkor az első kiadó az engem ez alapján keresett meg. Jó, hát akkor még előbb... Nekem kellett hozzá egy erős sztori. Még előrébb megyek, mert még mindig nem kaptam választ a kérdésen. Értem, hogy blogot írtál, csak valamire elkezd az ember blogot írni, hogyan lesz valaki ja, értem, író. Tehát, hogy te a magjára vagy kíváncsi. Hát azt mondtam, hogy egy komoly és mély beszélgetés folytatunk, engem ezekkel a lerázós duákkal, amiket most itt nyomsz, hogy akkor könyv, meg kiadó, meg fölfezet. Nem, hogy miért lesz valakiből író? Tehát miért nem Esztergályos, miért nem Ovónéni, miért nem... Értem. Valamiért elkezdtél blogot írni. Mi volt előtte, mielőtt még nem kezdtél? Tehát valami csak rávitt arra, hogy te írjál. Értem. Az volt tulajdonképpen... Tehát nem a lényeg érte. Értem. A 9 évesen írtam amúgy az első könyvemet, az volt a címe. Na, ez már jobban érdekel. Az volt a címe, hogy Boszorkányakötben én rajzoltam a borítóját, mert ugye én művészeti suliba jártam. Nagyon sokáig úgy volt, hogy én díszletjelmeztetem. De 9 évesen még nem jártam művészeti suliba. 9 évesen még nem, tehát ma akkor is jártam rajzversenyekre, meg külön foglalkozásra, tehát már az ilyen... Ez hol történt helyileg? Tiszalökön történt, ahonnan te származol. Ahonnan én származom, igen. Tehát ugye én nagyon 3 éves koromtól rajzolok, és már 3 évesen látták azt, hogy ez valamennyivel, vagy ez egy jóval ügyesebb gyerek, mint a többi, és akkor én onnantól kezdve az már az általános iskolában én jártam megyei, meg országos rajzversenyekre, amiket sorra nyertem meg. Tehát, hogy a rajz az nem volt kérdés. De én írtam egy könyvet is 9 évesen, de akkor ez teljesen egy ilyen öntudatlan sztori volt. De ez a könyv, ez végigírodott? Az elejétől végig? Igen, Boszorkány a ködben. Ez egy regény? Egy ilyen, hát most egy 9 éves gyerek milyen regényt tud írni. Én tudom miért, mert én Örökség címmel írtam egy regényt. Örökség? Persze, az Örökség. És ez miről szól? Joe-ról, Sam-ről és Dick-ről. Na ne! De képzeld el, de ez... Joe, Sam és Dick. Körülbelül igen. Hát, és miért nem lettél író? Bár nem rólam szól a történet, de én író vagyok. Író? Persze, író is. Világhírű író vagy. Író és költő. Világhírű író és költő Magyarországon. A verseidet nagyon szeretem. Én most kezdtem el költeni, a pénzt már költöm elég régóta, most a verseket is kezdtem költeni, de ez a interjú most nem rólam szokér. Engem még ezt se tudsz behúzni, hogy visszakérdezzek kézzel, de mert nem hagyom magam. Szóval, a hármas korodban látták, hogy jól rajzolsz. Igen. Tehát nekem a szüleid felfedezték. Igen, felfedezték, és támogattak is bennem, hiszen a nagyapám ment a Debrecenbe megvenni a Művészeti Akadémia albumot, amit nem lehetett csak Debrecenben kapni a környéken. Egy ilyen vastag könyv volt, és tele volt technikákkal, festő, rajz, mindenféle technikákkal, és ő nagyon-nagyon akarta, hogy én akkor művészpályára menjek. Tehát ugye engem ebben teljes mértékben nagyapám, meg a szüleim is végül is, tehát abszolút támogattak benne, tehát hogy nem volt kérdés az, hogy művész iskola, és fel is vettek, már a középiskolába is nehéz volt bekerülni, mert kevés embert vettek fel a díszletszakra, és akkor én, ahogy bementem a nyílt napra, én ott megnézhettük a szakokat, volt infografika, grafika, szobrász, textiles. Ez most középiskoláról beszélgetünk, a középiskolai továbbtanulás. Igen. És az általános után. Igen, három lépcsős felvételi volt. Szóval ez a de most a Tiszalökre hova akartál tovább tanulni? Tehát hol van én művészeti iskola? Nyíregyházán. Mondtad is? Elég komoly művészeti iskola. Tánc, zenés. Jó, fölvettek vagy sem? Fölvettek. És akkor ott vizuállal foglalkoztál. Díszletjelmez. Jó, miért nem lett abból semmi? Elvégezted. Elvégeztem. Jó eredménye. Nagyon jó. Gondolom, én láttalak téged rajzolni, láttak téged alkotni, bütykölni kézzel, és az kétségtelen, hogy ez nagyon komoly érzéked van. Egyébként ez abból is lejön, hogy öltözködsz. Tehát az ember, ha ránézek először, akkor meg van egy nagyon komoly képem róla. És róla mindig az volt a képem a legelső találkozáskor kezdve, hogy nagyon egybe vagy, nagyon rendben vagy. Legalábbis külsőre. Legalábbis külsőre, és akkor van még 50 percünk, hogy megnézzük, hogy mi van belül. De hogy külső nagyon egybe vagy, és az jelzi azt, hogy az esztétikai érzéked az nagyon, nagyon rendben van. Nyilvánvaló, hogy akkor az jelzi, vagy jelezheti előre, hogy valamiféle művészi, vagy igen, valamilyen esztétikával kapcsolatos jó érzék, szép érzék van benned. Tehát akkor ez az iskola, ez nagyon könnyen abszolváltad, és igen, még talán élvezted is. Hogyne. Hogy azzal foglalkozhatsz, amit szeretsz. Hát nekem a művészeti iskola az olyan szempontból is nem csak a szakmai előmenetel miatt volt fontos, hanem azért is, mert ott ez egy olyan közeg volt, egy annyira szabadon gondolkodó és inspiráló közeg, hogy ott nem volt ilyen, hogy
hogy valaki beszóljon arra, hogy nézel ki, te milyen ruhába jöttél, mert mindenki ilyen egyedül. Hányat írunk ekkor körülbelül? Ekkor? 2005-ben érettségiztem, hát 2000-et. 2000-et írunk, tehát 10 évvel rendszeredes után. Ide majd vissza fogunk 2000-hez valahogy kanyarodni, hogy hogyan lett ebből a szabad szellemű, soha nem szólok be a másiknak, és azt csinálok, amit szeretnék, ből hogyan jutottunk el 2021-be egy egészen másfajta berendezkedéshez. Erről is szeretnék majd beszélni. De hát ez csak egy kis sziget volt ott Kelet-Magyarországon, tehát hogy ezt azért ne felejtsük el, hogy ez a többi iskolában nem gondolom, hogy ez volt. Tehát, hogy nekünk ott a művésztanárok, én emlékszem rá, hogy milyen eszmecseréket folytattunk rajzórán a rajztanárunkkal, meg a festészeten, hogy ott milyen dumák mentek már akkor 10 pár éves. De még gondolok, hogy a másik többi iskolában nem volt ilyen? Lehet, hogy volt. Én nem akarok előítéletesíteni semmilyen iskolában, csak ott az szerintem egy ilyen kis unikális hely volt. És akkor jártunk át tánctagozatra, zenetagozatra, szóval az nekem egy nagyon fontos állomás. Nyilván most oké, nem lettem díszlettervező, vagy nem a rajzzal foglalkozom, de nekem az egy elképesztően fontos állomás a minden gondolkodásomnak, meg a mindenemnek az alakulásában. Hogy én ott akkor hogy menjünk, látom a világot. Fia, menjünk ezen a szállon tovább, aztán a kronológia, menjünk fölfele. Szabadság. Mit jelent neked a szabadság? Ha már azt mondtad, hogy ez nagyon inspiráló közeg volt, és nagyon sokat hozzátett az életminőségedhez és a pályát további alakuláshoz, majd eljutunk majd az íróságig is. Most egy olyan képzőművészetnél tartunk, a díszletnél, és azt mondtad, hogy nagyon-nagyon tetszik neked ez a szabadság. Igen. Mindig is tetszett. Már 3 éves koromban is nagyon tetszett. Három éves korodban hogyan nyilvánult meg a szabadság szeretet? Apámmal harcoltam egyfolytában, mert ő szeretett volna keretek közé szorítani, és nyilván egy kis gyereket könnyebb, mint miféle keretek közé szorítani? Hát, hogy le kell feküdni 8 óra, akkor nem nézhetünk tévét, csak tudtam én, ami fél óra. Valahol normális. Valahol, mert én ezzel már 3 éve, ami öntudatra ébredésemtől harcoltam, hogy nekem nem mondják meg. Nekem nem mondják meg, hogy milyen ruhában menjek óvodába. Tehát ne készítsék ki a ruhát, mert majd én aznap reggel eldöntöm, hogy nekem milyen ruhát. Ez máig tart. Ez neked nem mondja meg senki. Hát ez a nem mondja meg nekem senki, azért ez szelidült, tehát hogy már nincs bennem ez a dafke, tehát hogy nekem nem ez van bennem, hogy nekem ne aztán nem mondja meg senki, de azért én szeretem azt, hogy én el tudom dönteni szabadon, hogy hol dolgozom, mikor dolgozom. Ez a szabadság nekem, hogy nekem egy ilyen munkám van, és a munkahelyeim is olyanok, hogy abszolút meghagynak ebben a szabadságban. Mitől lesz valaki szabad szerinted? Úgy születik szabadnak, vagy szabadnak nevelik? Hogy mitől lesz valakibe igénye szabadságra, és mitől nincs a többibe? Sőt, azt kérdezem, hogy mitől nincs a többségbe ez a szabadság iránti vágy, amit ugye most egy nagyon pozitív és nagyon kívántos és szükségszerű, vagy életfontosságúnak állítasz be, hogy szabadnak lenni az egy csoda. Az egy csoda. Na, hogy lehet az szerintem, hogy az emberek többségek, legalábbis én úgy látom, legalábbis Magyarországról beszélgetünk, nem szeretnek szabadok lenni. Ha hova tűnt a szabadság iránti vágy? Honnan táplálkozik a szabadság? Tehát így születtél, tehát azt, hogy Szentes Évának volt ez az apukája, meg ez az anyukája, már az apukám is ilyen volt, meg az anyukám is ilyen volt, tehát akkor hozhattam tőlük, mert ismerem őket, és tudom, hogy vagy ezt beléd nevelődött, mert apukád meg anyukád úgy nevelt, hogy legyél szabad, vagy honnan van ez, és honnan nincs a többiekbe? Ez egy nagyon jó kérdés. Most, hogyha nem tudom, egyébként nem tudom, hogy mi a jó válasz erre, vagy van-e jó válasz erre. Apukádat meg anyukádat ismered? Hogyne ismerném? Én azt gondolom, hogy valami, valakitől hoztad a kettő közül? Hát az anyám az óriási szabadságvágyal élt mindig. Igen. Hát akkor mondhatjuk, hogy az apám részben... Az nem. Az apám az nem. Tehát, hogy apám volt az, aki akart a keretek közé szorítani, meg visszafogni. Az anyám volt az, akiben megvolt ez a nagy szabadságvágy. Nyilván ő ezt nem tudta azok között, a tiszalőki keretek között annyira nagyon kiélni, de azért az anyámba ez mindig sokkal jobban benne volt. Tehát, hogy benne is azt, hogy neki nem mondják már meg, hogy mit csináljon, meg hogy öltözködjön, meg hogy menjen, meg mivel menjen. De az ő lehetőségei jóval szerényebbek voltak, mint az én lehetőségeim. És nyilván egy 20 évvel később születtem. Hát a kommunizmusról beszélgetünk, igen, amikor igen. Ők fiatalok voltak, igen. Akkor még kommunizmus volt Magyarországon. Így igaz. Nekik a kapcsolatokat hogyan határozta meg ez a látszólag a két véglet? Úgy, hogy elváltak. Jó, és a te életedben milyen hatása volt az, hogy ők elváltak? Az rettenetes hatással volt. Hány éves voltam? 14 éves voltam, akkor mentem a művészetibe, amikor elváltak. Hoppá. Igen, akkor mentem a művészetibe. Hát gondolhatod, hogy az rám milyen hatással volt, mert hát nem tudom, szétbomlott a család, ami addig nekem egy, apám erős volt, meg szigorú volt, anyám volt ez a szabad, ő, aki sokkal több mindent megengedett. Egyébként ez ki is egészítette volna egymást?
ez a két... Mert van egy szabadság, ami végtelen, de azért az anyagi világban nem végtelen a szabadság, hanem vannak bizonyos határok, amiket egyébként szerintem már te is megéreztél, hogy meddig terjedhet a szabadságról, és honnantól nem. Igen. Tehát ez, hogyha két ilyen ember kerül össze, akár még keretet is adhat az apukád szigorúsága, keretet is adhat az anyukád végtelen szabadság, mert tehát ez jó kiegészíti egymást. Én nem tudom, hol csúszik el egy házasság, akkor, hogyha két ilyen tulajdonosság kiig és egészíteti egymást, de ki is oldhatja egymást. Valószínűleg náluk kioltotta. Igen, apám nem nagyon akart kompromisszumot kötni. Ott inkább az volt a gond, hogy ha két ilyen ellentétes jellemű ember vagy egyéniségű ember találkozik, akkor valahogy kell, hogy kompromisszum legyen, és szerintem ott apám volt az, aki kevesebbet volt hajlandó, vagy inkább leginkább semmit. Én inkább ezt láttam így utólag, amit én anyámmal beszélgettem erről, meg apámmal is nyilván sokat beszélgettem az ő válásukról, de hogy ott ők nem tudtak kompromisszumot kötni, és anyám inkább elvált, úgy döntött, hogy a válás mellett dönt. És ugye még az előző kérdés, mert ez egy tök jó kérdés, hogy valaki szabadnak születik. Én úgy érzem, hogy én abszolút szabadnak születtem. Tehát, hogy bennem ez az első öntudatra ébredésemtől megvan ez, hogy én szabad vagyok, és én szabadon akarok dönteni, és én szabadon akarom járni az utamat, és nekem tényleg ne szorítsanak keretek közé. Anyukád ezek szerint támogatott ebben, hiszen ugyanolyan volt. Igazából apu is támogatott, mit tudom én, voltak a szabályai, amiket be kellett tartani. Jó, hát figyelj, most szabad vagy, az biztos. Igen. Elvégezted a középiskolát, ahol gondolom kiváló eredménye, és mégse lettél díszlettervező, vagy nem abban az irányba mentél el, hanem? Hanem az történt, hogy én felvételiztem a Képzőművészeti Egyetemre, ahol a díszletszak 2 évente indult, azt hiszem, hogy most is így van, és 6 embert vettek fel, és nem vettek fel az első évben, és 2 évet kellett volna várni a következőre. És ez nekem egy olyan, azért emlékszem rá, ezt szerintem még sehol nem is meséltem el, hogy akkora 19 évesen volt a felvétel, azt hiszem, 19 éves voltam, ugye mert 5 éves volt a középiskola, és ilyen teljesen majdnem, hogy fehérre kiszűkített tüsi hajam volt, tele voltam piercinggel, és oda mentem a felvételre, és akkor mondta az egyik tanár, hogy ilyen izével nem lehet jönni. Komolyan? Nagyon érdekes volt, igen. Ez itt volt Budapesten? Igen, de nem mondom meg, hogy melyik tanár, hogy ki volt ez. Nem értem, na akkor én ez sem. A tanár, ez nem a szabadságpárti vonalról, hanem a konzervatív, klasszikus vonalról érkezett. És képzeld el, hogy kiírugtak az első rostáról, úgyhogy oda mentem egy olyan mappába. Tehát hogy azt tudni kell, hogy a Magyarországon díszlet oktatás középiskolai szinten csak Nyíregyházán van. Azt most, hogy azóta volt-e máshol, vagy van-e máshol, azt nem tudom, szerintem egyébként nincs, de díszletoktatás csak ott volt akkor. Tehát, hogy mindenki más, aki felvételizett akkor a képzőre, a díszletszakra, azok nem tudtak már díszletes mappát, nem tudtak díszletes mappát vinni, hiszen nem jártak ilyen oktatásra. És nekem, és ugye az első rosta az volt, hogy 10 munkát ki kellett választani, és vagy festészetet, vagy festményt, vagy aktot, vagy nem tudom, ilyeneket kellett belerakni, és akkor én vittem a szakmai anyagomat is, ami egy kurva jó anyag volt. És meg sem nézték? Hát megnézték, vagy gondolom, hogy megnézték, remélni merem, hogy megnézték, de kiszorták a mappámat, és mondtam, hogy akkor menjetek a francba. Vagy én akkor ide többet nem jövök. Hát akkor drágám, akkor te ott első alkalommal találkoztál a szakmaiatlansággal, talán, rossz indulattal, esetleg az irigységgel. Nem lehet, hogy ez valaki irigy volt? Nem tudom, hogy mert akkor mindjárt megérkeztünk a szabadság első korlátjához, vagy kapujához, hogy meddig terjedhet. Igen, kiszúrták a mappát, és utána még elmentem Kaposvárra is, mert ott is volt díszletszak, akkor indult ott a díszletszak, és onnan is kiszúrtak. Képzeld el. Kiszúrtak. Az is lehet, hogy tehetségtelen voltál? Az is lehet, hogy tehetségtelen voltam. Hát te mit gondolsz? Nem, egyébként tudom, hogy nem voltam tehetségtelen, tehát jó voltam benne. Nem, szerintem akkor nem tudjuk, hogy nem. Ez a fizimiska. Szerintem a fizimiska. A fizimiska. Aha, igen. Ez most komolyan? Én ezt hallottam is vissza, hogy az egyik tanár azt mondta, hogy ilyen izével nem lehet ide jönni erre a szakra. Tehát 2000-et írunk, ugye? 2000-et írunk, igen. 2000-et írunk, és a fizimiskád miatt Magyarországon, Európa között... Az egyik szaktanáromnak ott azt mondta, hogy ez valószínűleg ez az ok, mert hogy ezt itt nem... Igen. Na, hát akkor nem tudom. Ez egy nagy törés volt. Hogy én nem tudok menni ebben tovább. És én emlékszem azért olyanokra, hogy voltunk színházban gyakorlaton, és hogy ott mentünk a főpróba hétre, és akkor én emlékszem az ilyen,
arra a színház, most nem nevezem meg melyik színház, teljesen mindegy, és emlékszem arra a színházi közegre, hogy ott ilyen, hogy nem éreztem olyan igazán komfortosan magam. És azért, mert nem vettek föl? Nem, akkor ez még az 5. éves szakmai gyakorlat volt, hanem azt éreztem, hogy én lehet, hogy nem tudok ilyen háttéremben munkát csinálni. Tehát ugye ez már megfordult akkor a fejemben, hogy lehet, hogy a háttéremben munka, mert a díszletes az egy háttér. Az egy háttér. Még akkor is olyan zseniális díszleteket csinál, mint a Kenta úr, aki egy egész darabot el tud vinni azzal, hogy milyen díszleteket és milyen jelmezeket tervez, mert a Vámpírok bája, bocs, egy kis kitérőjét. Nekem a musical az a leg... De a látvány az elviszi, és na értem, de attól még ez háttérmunka. Ez egy háttérmunka, persze. Mert nem a Kentort mutogatják a Sorry magazin címlapján, hanem azt a primadonnát, aki ott énekelt legelőbb, meg azt a nem tudom, énekesnek hívják azt, akik énekelnek. Primadonna. Igen, és én nekem akkor az így megfogalmazódott bennem, hogy ez lehet, hogy nem az én utam, viszont nagyon nem tudtam, hogy mi az utam. Tehát volt egy ilyen nagyon sötét pár év. Beszélünk a 2000-es évek elejéről, elvégezted a középiskolát, nem vettek fel a képzőre. Én akkor elkezdtem Nyíregyházán a rajzvizuális kommunikáció szakot, amit ott hagytam, mert hogy én nem akarok rajztanár lenni, nem akarok, egyértelmű volt, igaz, nem az én utam. Elkezdtem oda járni, de azt éreztem, hogy itt teljesen feleslegesen fecsérelem az időmet, ez még Nyíregyháza volt, akkor felköltöztem Budapestre. Na, ez mik hozott fel Budapestre? Mert egy ugrással megoldottam, de... Otthon ültem a szüleimnek, a anyámnak a lakásában. 19-20 évesen, és otthon ültem, 20-21 évesen, és nem csináltam semmit, és nem dolgoztam még akkor egy percet se Tiszalökön. És volt egy képzettséged a díszlettervezői, és ott a Tiszalökön viszonylag kevés a színház, ugye? Hát ott viszonylag kevés viszonylag a színház. De még a környéken is. Igen. Tehát még szerencsén sem. De akkor én már olyan kiábrándult voltam ebben. Tehát én akkor azt mondtam, hogy akkor Dafka se rajzolok, és nem veszek ceruzát meg ecsetet a kezembe. Jó, ez nem biztos, hogy a legjobb reakció, de lehet, hogy életed későbbi szakaszában mégiscsak sikernek mondható, hiszen mi történt utána, feljöttél Budapestre. Lejöttem Budapestre, és szerencsét próbálni. Igen, és elkezdtem vendéglátásban dolgozni. Mert hogy valamit dolgozni kellett. Viszonylag prózai folytatása volt a lírai kezdet. Tehát viszonylag prózainak muszáj volt pénzt keresni. Világos. Mert hogy anyámék annyira nagyon sok pénzzel nem engedtek el otthonról. És elkezdtem vendéglátózni, és egyébként én azt ilyen pár évig nagyon szerettem. Tehát hogy én azzal így el voltam, és ez volt a híres Dérinél korszak, kimondhatjuk. Hát még Dérinél dolgoztam néhány helyen, de a Dérinében dolgoztam 3 évet, tehát az volt a leghosszabb, és már a végén persze nem voltam abban komfortos, de hogy mennyire furcsa, hogy rájöttem, hogy mennyi haszna volt annak is, hiszen rengeteg emberrel találkoztam. Bizony. És rengeteg karaktert és... Kapcsolatítőképítés. Egyrészt kapcsolatítőkét, másrészt karaktereket megfigyelni. Amit Tiszalökön és a Nyíregyházán nem találkoztál. Ott te voltál a karakter, a tüsi fejeddel. Hát persze. Azt vágod? Igen. És ott gondolom, egyedül voltál ezzel a tüsiségeddel. Hát igen, egyedül. És feljöttél Pestre, és rájöttél, hogy hát vannak hasonszülők. Átmentél nőbe. Nőnek öltöztél. Szokott működni egyébként. Szokott működni a nőnek öltözés. De hogy igazából azt éreztem, hogy... Ja igen, tehát a Dérinés időszakra visszagondolva, ott rengeteg olyan karakterrel találkoztam, meg egy olyan világgal találkoztam, amihez addig semmilyen közöm nem volt. Mondhatjuk a bohém világot, hát nem művész is az, világot. Bohém világ, hanem a felső 10 000-nek a... Az elit. Ja, mert ez Buda. Az elit, Buda. Látszik, hogy keveset jártam oda. Egy szép budai, gyönyörű, elegáns étterem, tényleg a tehetős, jól kinéző, gyönyörű hölgyek, gyönyörű drága. Jó, akkor ez nem az a bohém, hát, akivel én a fészekbe találkoztam. Nem, az nem az a bohém, ez nem a fészek közeg. Ez az elit közeg. Inkább ez az elit közeg. Igen, de nagyon tanulságos időszak volt, és nagyon sokat tanultam a munkáról is, meg a saját magamról. Tehát, hogy az emberpróbáló volt olyan, hogy napi 16 órát álltunk a pultban, rengeteget tanultam, tehát nem csak a kávéfőzésről, meg az italkészítésről, hanem úgy tényleg az állóképességről, az emberekről. Persze én tudtam, hogy ez nem az én helyem, és nekem azt nem lesz. 3 évet lenyomtál benne, vagy 3, többet? Hát 3. Hát a vendéglátásban 4,5. Itt Budapesten? Igen, csak Budapesten persze. Tehát 4,5 évig úgy lenyomni egy teljesen más ipart, vagy szakmát, igen, vagy hivatást, amit választottál, ennyire különbözőt, ennyire eltérőt, azért az komoly kitartás, tehát komoly kihívás 4,5 évig. Mert az, hogy 4,5 hónapig az ember elbénázik, és akkor de 4,5 év az...
De az egy komoly presszionáló erő is arra, hogy valamit tegyél, hogy ne ebben. Én azt nagyon tudtam, hogy ebben nem fog benne maradni. Nagyon-nagyon éreztem, hogy ez nem az én szakmám. Vártál valamit, vagy építettél valamit közben? Hát ezt csinálni kell. Vártál valamit, vagy építettél abban 4 évben? Vártál, vagy építettél? Nem, építettem. Hát én akkor kezdtem el írni, Dérinés időszakban. Na, szóval akkor megérkeztünk ahhoz az időszakhoz, amikor mi megismerkedtünk, ugye? Igen, nagyjából. Mert ha jól emlékszem, amikor megismerkedtünk, hát akkor igen, még nagyjából az. Akkor még nem írtál, vagy... Akkor kezdtem el. Akkor kezdtél el írni, és ha jól emlékszem, én is mondtam neked, hogy ebbe több van. Igen, te is mondtad, voltak mellettem olyan emberek, mint az egyik, az te voltál, nagyon határozottan. Te ismertettél össze például a Széki Gabival, aki egy nagyon klassz újságíró, ő nagyon sokat segített ott elindulni. A Kovács Kristóf, aki a Dérinének a tulajdonosa, ő is nagyon-nagyon sokat presszionált arra, hogy figyelj, ez mennyi, és csináld, mert hogy te tehetséges vagy, és neked van egy nagyon komoly utad, és tehát, hogy ő is egy ilyen ember volt az akkori időszakban. Figyelj csak, még ezt kell írni? Még ezt kell blogolni? Azért mert ott tartunk, tehát ott tartunk, hogy Dérinéztél, vendéglátóztál, tudtad, hogy nem akarsz ebbe lenni, a képzőművészetet gyakorlatilag elengedted, mi vett rá arra, hogy írjál? Még kezdtél elírni? Miről? Miről? Mi a téma? Mi a belső indítatás? A legelső írás az úgy született, hogy mentem haza a vonattal Tiszalökre, és Tokaj felé ment a vonat, most nem tudom el, hogy ez miért ment arra, és nagyapám... Valószínűleg fel volt túrva a sín, lehet, mert felszokott. Igen, de hogy arra ment, és nagyapámnak volt Tokajban szőlője. Uh-huh. Egész gyerekkorunkat ott töltöttük a nyarakat. Mi is? Született meg mindent. Csoda. Igen. Az egy csoda. És nekem az egy ilyen nagyon meghatározó emlék. Eleve a nagyapámnak a karaktere nagyon meghatározó ember az én életemben ő, és ő meghalt akkor, amikor engem felvettek a művészetibe, és akkor így elmentünk a vonattal a szőlő mellett, tehát látszott a sinekről a nagyapámnak a szőlője, amit már rég eladott apám, és akkor így azt éreztem, hogy jött egy ilyen érzés, hogy nekem ezt így meg kell írnom, hogy én most itt mit érzek, és mit látok, és ez volt az első bejegyzés. És azt hova írtad? Facebookra? Azt még a Facebookra. Tehát simán írtál Facebookra egy írást arról a pillanatnyi érzésről, feeling, amit ott te át, és neked nagyon sokat jelentett, és nagyon mélyen megérintett, és azt kitetted. És annak volt egy kiömlött. És annak volt egy sikere, volt egy fogadtatása. Igen. Azt mondom, hogy én is, vagy többen azt mondtuk, hogy ez tök jó, ezt te írt? Biztos, igen. Én emlékszem, biztos, hogy te írt. Tudom, hogy sokan hitték az elején, hogy ezt nem is te írtad. Honnan igen, és akkor az első könyved megjelent, akkor most ugorhatunk egy nagyot, mert azt már elmondtad, hogy az első írás utána, ugye ezek gondolom rendszeressé váltak ezek rendszeressé a Facebook. Rendszeressé vált, igen. És akkor abból lett egy blog, igen. Amire bátorítottunk, és abból igen. lett egy könyv. Igen. Hát aztán majd jó 4 évvel később lett egy könyv, tehát igazából 5 évvel később lett egy könyv, tehát ez 2011-2016 az első könyv. Az első könyv, tehát hogy azért vagyok... Most ez egy ilyen hülye szó, mert hogy rákbetegségről beszélünk, de azért vagyok kivételezett helyzetben, mert hogy nekem volt egy annyira erős traumám és egy olyan erős sztorim, mint egyébként, ahogy a Péter Finovák Évának is van egy ilyen, amit az első könyv sikere, az egy asszony, az ugyanilyen traumából született, de hogy egyébként, hogyha író akarsz lenni, akkor házalnod kell a kiadóknál a kéziratoddal, és lehet, hogy visszadobják évekig azt. Tehát, hogy nekem ilyen szempontból szerencsés vagyok, vagy szerencsétlenségben volt egy kis szerencse is, vagy hát egy elég nagy szerencse. És az első könyv ugye az a traumából, a rákbetegségből született, és nagyon sok ember átesik egy ilyen, ezen a súlyos betegségen, de mondjuk én úgy tudtam erről írni, meg sokan is írnak róla, de mondjuk én akkor úgy tudtam, egy olyan hangot tudtam megütni, hogy ilyen nagyon egyszerűen, ilyen nagyon ilyen, tényleg ilyen nyersen ki volt rakva az asztalra. És azért az nagyon-nagyon széles körhöz elért. Hála jó, Istennek! Én a rákról olyan sokat nem szeretnék, én meg sem. Nem is fogok beszélgetni, mert szerintem mindent kiveséztünk, mindent... Igen. Én 1000 olyan könyvbemutatódom, meg fórumodon voltam, ahol csak erről beszélt, és igen. Éreztem azt egyébként, hogy sok évvel később, hogy már kicsit kezd erőltetett lenni, és kicsit kezd sok lenni. Hát nem igaz, hogy a szentés csak erről szól, hát a szentés nem szól csak erről. Én szerintem a rák az egyébként stressz. Tehát én azt gondolom, hogy az stressz. Hát ezt olyannyira jól gondolod, hogy nekem a... Arról a stresszről beszéljünk, ami szerinted, amitől szerinted beteg, és nem a betegségről, hanem arról, amitől... Amitől beteg lettél, aztán tőle beteg lettél. Azért fontos az, hogy mitől lettél beteg, mi volt az a stressz, az a hallatlan stressz, ami gyűlhetett egyébként évekig, de gyűlhetett évtizedekig is, ami a testedben manifesztálódott, a testedben tárgyasult, a testedben létformát öltött egy negatív rezgés, egy negatív...
test, egy negatív daganat. Mi volt az, mi lehetett az a, az a trauma, az a, az a hallatlan stressz és feszültség, ami, ami benned szomatizálódott? Nem is az, hogy stressz, inkább a harag. Az harag. Az évtizedekig cipelt harag, hogy én haragszom az anyámra, aztán haragszom már az apámra is. Elnézést kérek, egy néhány részlet kimaradt, hiszen ott tartottunk, hogy az édesanyád és az édesapád támogatott abban, anyád ráadásul még hasonszörű is, mint te, hasonszörű volt. Édesapád bár kereteket adott, de nem, nem tiltott, nem támogatott. Ja, a válás. A válás lehetett hát, az ne? A... Hát az volt a... A válás. Erről is sokat beszéltem egyébként már. Hogy az volt az egész, hogy, hogy elvették a gyerekkort, hogy elvették azt a... Bocsánat, biztons... 14 éves korig meg volt neked az gyerekkorod? Meg. De hát elvették, tehát hogy az a, az a burok, amiben mi felnőttünk, az a nagyon jó, nekünk nagyon, nagyon jó gyerekkorunk volt, tényleg nagyon-nagyon szerettünk gyerekek lenni, tehát hogy így én imádtam Tiszalökön. Na akkor viszont addig működött ez a kapcsolat, ugye? Addig. Hát mi nem tudtunk semmit. Ja, ti nem tudtok semmit? Nem, semmit, nem veszekedtek, nem, semmit nem tudtunk. Nekünk fogalmunk nem volt. Ez egy csendes halál volt, vagy csak úgy tudták csinálni a veszekedést, hogy előttetek nem? Vagy ők is ezt csendbe... Csendbe intézték. Csendbe. Nem, mi nem tudtunk róla. Nekünk ez teljesen... Hát akkor ez egy villámcsapásként ért hihetetlen sok és trauma volt 14 éves korodban, amit ezek szerint elcipeltél egész 28 évesen derült ki a betegségem, és én ezt addig cipeltem, ezt a haragot. Haragszom, hogy elváltak anyámra, aztán apámra, aztán haragszom, hogy vége lett a gyerekkornak, meghalt, akkor halt meg nagyapám. Ráadásul, tehát ez mindig egyszerre volt. Tehát meghalt nagyapám novemberben, anyu meg decemberben ment el, azt hiszem. És... hogy tényleg haragszom, aztán az egész világra haragszom, akkor utána haragszom a művésztanárokra, a szakmára, én nem akarok, nem tudom, hogy mi leszek, fogalmam nincs, hogy belőlem mi lesz, és akkor ez a harag, így rakódik rá az újabb ok, és akkor mindenkire haragszom, csak saját magamra nem haragszom, akivel le kellett volna ülni, hogy hello, akkor nézzük már meg, hogy itt most mi történik, és te most mit csinálsz. Mennyi maradt már ebből a haragból a külvilág felé? Biztos? Biztos. Tuti? Akkor jöhet a beválós rész az interjúra? Hát legutoljára Istenre haragudtam, de annyira, hogy, hogy azt éreztem, hogy hogyha most itt, ha most hát, itt hogyha lenne, Istenre haragszol, ha drágám, akkor magadra haragszol. Ha most lenne Isten, akkor tehát tényleg mindent az van Isten, van. Itt van. Aha. Bizony. Tehát, igen. Hogyha Istenre haragszol, akkor magadra haragszol. Nagyon mennyi maradt még ebből? Ez, képzeld el, hogy ahogy eltemettük anyámat, ez így elpárolgott. Az utolsó része is? Azt hiszem, hogy igen. De hát mondjuk még ez a gyász évnek, ez mondjuk csak a második hónapja. Hát a fene se tudja, hogy mi lesz még itt, mi következik. De amikor én nem kértem soha, a betegségem alatt sem kértem soha, amikor én úgy nevelkedtem, vagy úgy nőttem fel, anyám még egyáltalán nem vallásosak, viszont nagymamám már mindig tanított nekünk imákat lefekvés előtt, és engem elkezdett az érdekelni, hogy ki az, akihez itt most dumálgatunk gyerekként, van ott valaki, aki és olyan kedves imák voltak, az én Istenem, jó Istenem, olyan kedves volt az egész. Főleg egy gyerek, mint a gyerekmondók, a gyerekvers. Igen. És én beiratkoztam hittanra, mert engem nagyon érdekelt, és nagyon jó volt a hittantanárom, és nagyon tetszettek a bibliai történetek, imádtam, ilyen játékosan tanította. És amikor meghalt nagyapám, mondtam, hogy ja, hogy a jó Isten, akkor elvesz egy ilyen embert, akinek semmi bűne nem volt egész életében dolgozott, mentős volt, és szolgált, és egy kedves ember volt, akit nagyon-nagyon szeretett minket, és tényleg mindenkit szeretett, és csak jót tett, akkor biztos, hogy nem létezik az Isten. És ezt tartod azóta is? És igazából tartom. Tartod? Igazából azt gondolom, nem ezt így nem mondanám ki, én azt gondolom, hogy az, ahogy te is mondtad, hogy a magamban vetett hit az én Isten hitem. Tehát, hogy én hiszek magamban, hogy én meg tudom tenni, én meg tudok gyógyulni a betegségemből, én tudok elég jó lenni, én tudok fejlődni, én tudok tanulni, én tudok szeretni, én el tudom fogadni a szeretetet, én igazából az Isten hitet, én ezt így ide, a magamban vetett hittel azonosítom. Nem gondolom azt, hogy valaki ott kavargatja fent a szálakat. Hát a magunkba vetett hit az egy fontos dolog, azt hívhatjuk önbizalomnak is, de hogyha egy kicsit sok van belőle, akkor az önbizalom túltengés átmed egózásba. Tehát a magamba vetett hittel nekem az a problémám, hogy... Hát te is hiszel magadban. Én többet gondolok a transzcendensből, mint az átlag. Én sokkal többet gondolok
az ideáról, a gondolat és a tudat eléről, mint az anyagról. Tehát én szerintem nekünk az agyunk, a gondolataink, azok teremtőerővel bírnak, de az, hogy ez hogyan létezhet, hogy egy ilyen kis porszem, az univerzum kis, legutolsó kis porszeme ilyen csodára képes az agyával, ami megint sem tud, hogy honnan jött, mert hogy ugye, ha csak néhány milliárd évet megyünk vissza, még élet se létezett, csak csillagok, meg ősrobbanás, hogy abból hogyan lett a tárgyból, hogyan nem lett tudom, a kőből, hogyan lett a tárgyból, hogyan lett az anyagból, hogyan lett tudat, hogyan lett agyvelő, hogyan lett észlelés, hogyan lett gondolat, és az a gondolat hogyan teremt, ez szerintem meghalad engem, meghalad téged, és kell legyen valami persze. Sokkal magasztosabb, sokkal magasabb idea, hogy ez micsoda. Én ezt a micsodát hívom Istennek, ami működteti ezt az egész dolgot. Millióféleképpen ábrázolható és elképzelhető Isten. Szerintem mindenkinek más Isten képe van. Én azokat nem értem igazán, akik bemennek a templomba katolikusként, és akkor számukra az az Isten, amiről a pap prédikál, és így rettegnek, és így ülnek csembe, és hát félnek tőle. Hát az nem az én Istenem biztos. Nekem is van egyfajta Istenem, de ennek a beszélgetésnek nem ez a cél, hogy én beszéljek róla, hanem az, hogy ezek szerint, hogy te is hiszel valamiféle transzcendensben, most hiszek, mondod el, hiszen... Hiszek. Hát akkor csak az a transzcendenst, ami működteti ezt a rendkívül komplex és csodás dolgot, én ezt nevezem el Istennek, ez az én Istenem. Akkor hiszek Istenben, akkor, mert tulajdonképpen ebben én is, ugyanebben hiszek én is. Tehát, hogy ahogy te meg nagyjából ugyanezt hiszem, mint te is. Hát, hogy mitől működünk? Mitől igen, működik ez a csoda, amit embernek hívnak, amit életnek hívnak? Maga az élet szerintem az Isten, az élet. Hogy mitől lett az a tárgyból, az élettelemből. Mert hogy ezt a poharat leteszed, és akár meddig vizsgálhatod, tehát várhatsz te arra, hogy ez feléledjen. Már pedig nem volt. Valahol kellett legyen egy első pont, hogy hogyan lett az élettelemből élet. Na, én ott keresgélném Istent, nem pedig a vasvillával a felhőkön ülő kaporszakáru csávó. De hogy mindenki eldöntheti, hogy neki mi jelenti az Istent. Na, hát nekem ezt jelenti. Hát akkor végül is hiszel, és hogyha ebben hiszünk... Hiszek, hitem az van. Tehát a hitem az nagyon erős. Egyetlen egyszer kértem Istentől valamit, soha az én betegségem alatt sem fordultam így fölfelé, hogy én imádkozzak, vagy kérjem azt, hogy gyógyítson meg, vagy vigyen át a nehézségen. Ott nagyon erősen is sziklaszilárdan tudtam azt, hogy én mindent megtettem a gyógyulásomért, az orvosaim is mindent megtettek, és innentől kezdve, ha nekem meg kell halni, akkor meg fogok halni, és akkor én ezt elfogadom. Elfogadtad. Szeretett, elfogadtam. Tudod, hogy ettől gyógyultál meg? Ettől, igen. Nekem most vitt el a rák egy nagyon kedves és csodálatos ember, barátomat. Igen, tudom. Aki nem tudta engedni ezt. Nem tudta? Nem, ragaszkodott a legutolsóig, hogy meg fog gyógyulni. És ebbe hangol el. Én elengedtem, és képzeld el, hogy az olyan érzés volt, addig féltem. Mert én nem tudtam a pontos diagnózisomat, mert nem engedte anyám, hogy elmondják, de azért éreztem, hogy elég nagy a gáz. És egyedül voltam egy hétig a kórházban, mert ugye anyu nem nagyon hagyott egyedül, mert nálam lakott akkor, de akkor egy hétig valamiért egyedül voltam, és le is álltak a kezelések, mert vérátömlesztés kellett meg hozni, én szörnyű állapotban voltam. És én akkor azon a héten, képzeld el, hogy ott elengedtem, hogy hát akkor meghalunk, és akkor mi van? Hát akkor ennyi volt, ez 30 éves voltam akkor. És emlékszem arra, hogy így elszállt a félelem, tehát így távozott belőlem a félelem, nem féltem onnantól kezdve a haláltól, olyan könnyűség lett utána a napokon meg a heteken, annyira könnyű voltam, és annyira derűs voltam, és annyira szabadnak éreztem magam, és képzeld el, hogy volt egy olyan rész, amikor éreztem, hogy itt tudtuk azt, hogy itt valami nagyon-nagyon jó távol, tehát így távozik a tumor. Tehát ugye ez itt most így elenged, elkezdte, igen. Te csináltad az agyaddal. Elkezdte engedni az idegeket, képzeld. Azt te csináltad az agyaddal. Ez, amit az én köteles Laci barátom nem tudott megcsinálni, te pedig megcsináltad. És ez ugyan visszavezethet az előző témára, hogy a félelem és a szeretet. Tehát én szerintem Isten a szeretet mindent megold, mindent felold. Akkor ott szerinted Isten győzött a félelem felett? Te győztél a félelem felett Isten segítségével. Na, akkor látod, tehát hogy Isten itt van? Én tudom, hogy ott van, mert na, én találkoztam vele, és én tudom, hogy ott van. Tehát én, nekem többször volt Isten élményem, én erről nem szeretek beszélni, mert hülyének néznek, de hogy volt. Tehát az a csoda, amiről te beszélsz, ez egy csoda. El tudtad engedni a félelmedet, azt te csináltad, igen. De azért, mert hittél benne. Igen, hittem. Tehát valójában azt hitted el,
azt hitted el, hogy azzal, hogy meghalsz, nem történik semmi probléma. Semmi, mert hogy ez az élet normális része. Mert igazából nem történik semmi. És hogyha meghalsz, hát lehet, hogy egy-két ember sajnálni fogja megvitolni, hát, de hogy ez van. Nem, azért nem csak egy-kettő. Innentől, hogy elengedted a félelmedet, be tudott áramlani helyette a szeretet. Az elfogadás. És ez gyógyít. Ez gyógyít, és szerintem ez Istennek a legnagyobb csodája és kincse az életről, amit valóban itt őrzünk, mert hiszen mit csináljuk? Csak ő segít, ő mutatja az utat, igen, aztán vagy akarjuk, vagy nem. Visszatérve a haragodra és a dühödre. A haragod és a dühöd később megjelent az írásaidban is. Igen. Azt hiszem. Ha nem is könyvekbe, de ott is tetten érhető meg a blogokban, hanem a harcias és sokszor elhamakorott, az én általam elhamakorottnak ítélt, vagy tartott, dühös, agresszív, olykor-olykor bántó tüskék a Facebookos háromsorosaidba. Azt mondtad, hogy nincs már benned semmilyen ilyesfajta harag és frusztráció, de van. Nagyon sok van. Ez miből táplálkozik szerinted? De most tudod, mire gondolok? Például iszonyatosan sok támadást kapsz, mint mindenki, aki sikeres. Mint mindenki, aki szép, mindenki, aki meggyógyult, mindenki, aki letett van az asztalra. Ezek az emberek irigyek rá, és kapják. De ez nem biztos, hogy elég kell legyen arra, hogy az ember visszareagáljon, és még olajat öntsön tűzre, mert ezzel azt hiszem te is belátod, hogy csak olajat öntesz a tűzre. Aki utált, még jobban fog utálni. Aki szeret, az annak meg tök mindegy, de én azt gondolom, hogy túl sok volt ez a fröcsögés, hívhatjuk fröcsögtél a Facebookon, meg szoktál is fröcsögni, hogyha azt mondod, hogy már nincs benned agresszió, nincs benned, az előbb mondtad, hogy kiment minden, akkor ez mégis honnan van? Honnan táplálkozik? Hát most nem tudom, melyik időszakról beszélsz, mert a múltról beszélsz. Én nyilván most már azt gondolom, hogy ebből kevesebb van, hát, most már talán nincs is, hát akkor a egy-két évvel ezelőtti időszakról beszélek. Hát figyelj, most a hozzászólókra gondolsz, vagy azokra gondolsz, az egész rendszerre, mert az egész rendszer... Drága, mi rád gondolok. Mert az egész rendszer a rendszer fölé volt, vagy rendszer ellen volt. Melyik rendszer? Amiben élünk, a közéletünk, a kormányunk, ami nyomaszt, nem olvasok. Magyarország. Kettő hónapja nem olvasok híreket, és nem is akarok olvasni. Ó, és kettő hónappal ezelőttig volt ez jellemző, és onnantól, hogy kizártad a híreket, megszűnt ez a frusztráció, és... Kizártam a híreket, és azt gondolom, hogy... Vagy hát úgy, sőt, nem azt gondolom, hanem az van, hogy azt érzem, hogy egész egyszerűen nem tudnak engem az emberek bántani. Nem tud bántani a kormány, nem is igazán érdekel, hogy ők mit csinálnak. Jó, nem érdekel, hogy ki bánt engem, nem érdekel, hogy mit mondanak a külsőm. Azt... Nekem mindig a külsőmmel foglalkoztak a legtöbbet, hogy én most híztam, fogytam, túlizé vagyok, túl kivágott, túlizé, túl rövid, túl hosszú, hol a piros rúzs, hol izé. Hát ezzel mindig foglalkoztak az emberek, és egész egyszerűen nem a felszínne. Úgy se tudják, hogy én ki vagyok. Hát nagyon remélem, hogy ebben a beszélgetésben sokkal több ki fog derülni, ki ez a szentes év, és nem a rúzsról beszélgettünk, és nem a dekoltált pólóról, hanem a hülyeségről, a felszínről, hanem a lényedről. De hogy a harag honnan jött? Ez a harag? A rendszer ellen. Az volt a harag, hogy én bekerültem a gyógyulás után, visszakerültem az életbe. Az életbe. Nem, visszakerültem az életbe. És tudod, hogy mi volt rohadt nehéz? Sokszor azt éreztem, vagy hát néhányszor éreztem azt, hogy, és ez nagyon furcsa, de tényleg ezt éreztem, hogy mennyivel könnyebb lett volna meghalni. Hogy sokkal nehezebb túlélni ezt a szart, mint beledögleni, hogy mennyivel könnyebb lett volna 2015 május végén azt mondani, hogy akkor ez a lelet, ez továbbra is pozitív, kisasszony maga nem fog meggyógyulni, van még kettő hónap, és ez mennyivel boldogabb lennék, és mennyivel könnyebb. És ez az érzés, egyre erősödő érzés, ez olyan feszültség és harag volt bennem, és aztán, amikor anyám is rákos lett 2 évvel ezelőtt, és nekem vissza kellett menni azokra a helyszínekre, ahol a kemóhoz, meg a mindenhez, ahol én is túléltem azt az egész szart, akkor rájöttem, hogy azt a fájdalmat, azt a szenvedést, azt az iszonyatos veszteséget, amit ugye operációk miatt, az elvesztegetett, vagyis hát a fájdalomban telt 2 év, ami nekem rettenetesen fájdalom. Drágám, én tologattalak téged, 30 kilósan kopaszon. De a fájdalmat azt csak én tudtam. És azzal élni... Egyébként olyan erős voltál akkor, csak megjegyzem, hogy amikor a 30. szülésnapodra köszöntöttünk, és tologattunk téged kopaszon, és ilyen csont, konkrétan egy auschwitzi menekültet, mi 2-3 hetet nem adtunk volna neked, és te voltál az erős, és te voltál az ügyes, és te voltál az okos
de leginkább erős, aki el tudtad engedni, és ki tudtad engedni magadból ezt a traumátis fájdalmat. Ez a harag, és ez, amit mondjuk így látott a nagy közönség, vagy lát a nagy közönség, amire beszólogatnak meg a mézi, ez onnan jön, hogy mit kezdek én most az élettel? Uh-huh. Miért kaptam én ezt vissza? Uh-huh. Menjenek már a fenébe, és szar a rendszer, és egyébként is dögöljön meg a izés, és hogy én ebben nem akarok élni, és minden baj, és a férfiak is, különben a férfiak is dögöljenek meg, és mindenki dögöljön meg, és a kommentelők is dögöljenek meg, és ez poszttraumás stressz. Uh-huh. Akkor jöttem erre rá, pontosabban nem akkor egyből jöttem rá, amikor anyámat kellett vinni a kórházba. Ugye egy olyan élethelyzetben voltunk benne, hogy a húgom akkor szült, konkrétan a húgom szült szerdán, anyámat vittük pénteken a kemóra. Tehát ez így egyszerre. És akkor a szerdán benne vagyunk a kisbaba szobában, a szülőszobán, pénteken ott vagyunk a kemón. És akkor visszamenni ezekre a helyekre, és nekem volt egy ilyen enyhe idegösszeroppanásom, és hogy így rájöttem, hogy ez nincsen feldolgozva. Mindenki dögöljön meg, persze, mert hogy én haragudhatok itt most az egész világra. Erre a korszakra gondolok, igen. Igen, én haragudhatok itt most az egész világra, de attól annyit fog csak elérni, hogy vagy beveszek egy marék gyógyszert és megdöglök, mert ez lesz a vége, mert voltak már ilyen gondolatok is, hogy hát mennyivel egyszerűbb lenne ez. Igen, volt öngyilkos gondolatom, hogy nekem ez mennyivel egyszerűbb lenne így élni. Volt olyan, hogy ültem az autóban, és üvöltve vettem a kormányt, és bőgtem, nem tudom megmondani, hogy miért. És hívtam a Novákot, a barátnőmet, hogy Novák, mondd meg, hogy hogyan kell tovább élni, mert nem tudom. És akkor így alám nyúltak, és akkor így segítettek a környezetem, hogy na, akkor ez szakember, mert ez máshogy nem lehet. Szakember, igen. És én tavaly augusztusban kezdtem egy nagyon komoly terápiát. Nem mondom el, hogy kinél, mert nem is kell. Mert nem is lehet hozzá se telefonszámá, semmi, mert nem tud vállalni már többet. De hogy és elkezdtünk dolgozni azon, hogy én hogyan fogalmazom át az identitásomat a rákból. Mert uh-huh. én nem a uh-huh. rák túlélő uh-huh. vagyok, igen. Én nem a rákos igen. lány vagyok, akit igen. azért szeretnek, mert ugye ő meggyógyult a igen. rákból, és ő rákos volt, és ő elesett igen. volt, hanem engem azért szeretnek, mert én szentesia vagyok, aki jókat ír, aki vicces, aki oké, ilyen és olyan, de mi ezért szeretjük őt. És ez, hogy én mondjuk milyen személyiség vagyok, hogy én ahogy kinézek, amilyen ember vagyok, azt én se tudtam szeretni. Én se tudtam szeretni, és hogyha én nem tudom szeretni, akkor majd oda jön a no-name kommentelő, akkor majd ő fog szeretni. Hát nyilván van rengeteg olyan, aki szeret, mert éppen az, amit én ott nyújtok, az neki nagyon-nagyon tetszik, mert szerettek azért is, amikor beszóltam a kormánynak, mert annak is van egy nagy közönsége, aztán szerettek azért is, mert ahogy tudtam beszélni mondjuk, amit tudom én a rákomról, de hogy egyébként az, aki vagyok, aki nem a kormány szídja, aki nem a rákjáról beszél, aki nem a férfiakat szídja, vagy a férfiakat utálja, vagy a férfiakat hibáztatja, az ember, az kicsoda? Drágám, az az ember, az a Szentes Éva, az ugyanaz az ember, mint a Herceg Zoli legmélyen, és mint a Ray Brown legmélyen, tehát az a szubstancia, az az élet, az az egyedi és megismételhetetlen különlegesség, unikum, ami te vagy, ami én is vagyok, meg ami mindnyájunk. Tehát ha ezt találhatnánk meg egymásban, és ezt találhatnánk meg legelőször önmagunkban, hogy én egy utánozhatatlan, egyedüli, unikális emberi lény vagyok, mert nincs még egy ilyen, innentől kezdve más szerethető, mert érdekes és izgalmas. Igen. Ezt találtad meg valószínűleg önmagadba, igen. ezt találtad meg, és ettől kezdted el magad szeretni. Igen, ilyen vagyok, amilyen. Én vagyok a hisztis is, ha akarok, aha. én vagyok a piros rúzsos is, ha akarok, én vagyok a bombanő is, ha akarom, de én vagyok a toplák is, ha akarom, mert ilyen vagyok, és tessék szépen így elfogadni. Igen. Ezt akkor tudja elfogadni a közönség, ha te is elfogadtad. Igen, igen ez így működik, ez egy nagyon komoly önismereti út vezet. Igen, és ez akár egy betegség által. Nem adták ingyen. Ezt soha nem adják ingyen. Van egy, most egy nagyon jó, a Billie Eilish, itt rettenetesen tehetséges 19 éves énekesnő, aki 16 évesen lett világsztár, és csak egy tök jó példa erre, hogy soha nem mutatta meg a testét, bőruhákba igen. járt, és azt mondta, hogy ő nem akarja, hogy szexualizálják őt, mert ő egy énekes, és nem egy szexuális tár. Tehát ő nem akarja megmutatni magát, és most van egy gyönyörű fotósorozata az amerikai Vogue-ban, ahol fűzőben nagyon szexin, gyönyörűen megjelent, tényleg egy ilyen, ahogy nem láthatta eddig soha senki, gyönyörű, szép minden, és
És azt mondta, hogy persze elkezdték támadni, hogy akkor ő most szembeköpi önmagát, ő most meghazudtolja önmagát, amit én is, meg te is átéltél. Az emberek mindig kitalálnak valamit, hogy hogyan bánthassák a másikat. És azt mondta, hogy ő azért döntött úgy, hogy megmutatja magát, mert ő így szerette volna, és hogy ő ezt megteheti. És hogy ő most így érzi jól magát, igen. És hogy ő neki most ez jól esett. Mert szabadon dönthette el. Szabadon dönthette el. Jó. És ennyi csak a magyarázat. Nagyon sok kulcsszót mondtál, amire rácsatlakoztál, nem tudom, mennyi időnk van még. Ray, mennyi időnk van még? Five minutes. Hát okay. Az nem túl sok. Akkor te döntesz, hogy melyik témák. Harcos feminizmus? Lehet, hogy kivesésztük. Lehet, hogy kivesésztük. Amíg belefér 5 percbe, azzal fogunk végezni. Harcos feminizmus honnan jött? De egyébként elég sok választ adtál már rá. Igen. Az országgal való elégedetlenség, és amikor kiáltál a politika ellen, az mit jelent, és hogyan nézett ki? Én tudom, ott voltam egy tüntetésen, ami nagyon-nagyon tetszett, de aztán azt a szentesít, már nem láttam többet, nem. De nagyon tetszett, amit ott láttam, mert persze te nem hallottad azokat a hangokat, azokat a sok rosszindulatú, nem tudom, minek megy ki a tüntetésre, hogyha már az első szónokat fikázza, nem értem, bár azt is hozzáteszem, hogy az első 2-3 mondatod, és akkor szerintem maradjunk akkor itt, az első 2-3 mondatod, a felütés, ami nekem nagyon tetszett, nő vagyok, tudod, így kezdted, nő vagyok, rákeleves aktivista vagyok. Én szeretem ezt a fajta kezdést, és erős. De ők meg kigunyolták, és de amikor belekezdtél a mondókába, amikor belementem mélyébe, akkor ezek elcsendesedtek, és végighallgattak, és óriási taps volt a végén. Mi nem tetszik az országban? Mi nem tetszett az ország? Beszéljünk már inkább erről. Mi nem tetszik? Mi nem tetszett? Az nem tetszik ebben az országban, hogy nem hagyják szabadon az embert dönteni arról, hogy kit szeressenek. Igazából a legeslegnagyobb bajom az, hogy az embert nem hagyják dönteni arról, hogy kit szeressenek, hogy hogyan vállaljanak gyereket, mikor vállaljanak gyereket, hogy eldönthessék azt is, hogy nem vállalnak gyereket. Az nem tetszik ebben az országban, hogy megvannak bizonyos emberek, stigmát raknak rá, hogy gyűlöletet keltenek, és ebben a gyűlöletben megfulladnak az emberek. Ez a bajom ezzel az országgal. Nem is az, hogy ezzel az országgal, a vezetéssel. Ez a bajom. Kik gerjesztik a gyűlöletet szerinted? Odafentről gerjesztik a gyűlöletet. Gyűlöletkampányban élünk, gyűlöletkampányok között élünk. Mi van akkor, hogyha 10 ember, vagy 5 ember, vagy 20 ember, egy grémium, egy elit, legyen ez egy kormány párt vezetése, eldönti, hogy gyűlöletet szít, és csinálja, és plakátozik, de ez egy társam azt mondja, nem kell belőle, én köszönöm szépen, nem ez a társam, nem lehet, hogy Ez a legeslegkönnyebb módszer. A legkönnyebb módszer gyűlölet, tehát ezeknek olyan a szisztémája, tehát ez annyira könnyű, és ez annyira egyszerű, és ha bedobod ezt a gyűlöletbombát, akkor az meg fogja mérgezni a közeget. Tehát ez nem tudsz, azért, mert nem tudod, tehát hogy aki nem úgy gondolkodik, mint te meg én, az nem fog tudni ide rakni egy izét, mert mi ide tudjuk rakni. Ide akarnék kiukadni, hogy szíthat nekem gyűlöletet egy neked, meg tehát, nekem, igen. Tehát mondhatja nekem az Orbán, hogy utáljam a Sorost, meg utáljam a Junckert, hát én nem fogom utálni, attól inkább megnézem, hogy mit tett valójában, majd én megítélem, hogy utálom kell-e vagy sem. Alapvetően meg nem akarok senkit utálni. Nem vagyok egyformák. Hogyha na de én most már nem is magunkhoz, hanem a kedves nézőkhoz fogok szólni, és akkor erősíts meg. Hiába uszít engem gyűlöletre egy kormánypárt, hogyha én nem óhajtok gyűlölni, se Soros, se Junckert, sőt, még Orbánt se óhajtom gyűlölni, és csak nem értek vele egyet, és szeretném, hogyha egy olyan vezető lenne, aki a te irányelveid szerint békén hagyna, szabadon hagyni, és keretfeltételeket biztosítan ahhoz, hogy szabadon és boldogan élhessek, úgy, ahogy nekem tetszik. Persze addig, amíg a másiknak nem ártok, és a másik teritoriumban, szabadságában nem mászok bele. Reagálhatok én egy Facebook kommentre, aki engem rögtön lebuziz, csak azért, mert pink pólóba vagyok, rögtön elküld az anyámba, és köcsögöz, és azt mondom neki, hogy köszönöm szépen, testvérem, hogy bemutatkoztál, köszönöm szépen, hogy megosztottad velem a véleményedet, neked is további szép napot. Reagálhatok így. Nagyon nehéz, de talán te is megtanultad ebben az elmúlt 10 évedben, hogy nincs más megoldás, csak azt a fajta isteni szeretetet, ezt a békés megnyugvást, ahogy te mondtad, elengedést közvetítem afelé is, aki hozzám gyűlölettel és uszítással jön. Nem, lepattan. Ha azt mondom, köszönöm szépen, megszűnik. Hogy én ezt javaslom, és akkor zárhatjuk ezzel a beszélgetést, és azt szerintem a harcos feminizmus pontosan ugyanerről szól.
nő meg férfi, tisztelem, becsülöm, szeretem, és akkor nincs, és akkor és fölemelem, érted a nőt? De a nő is fölemel engem. Tehát, tehát nincs értelme különösebben harcolni a jogokért, csak szeretni kell. Mert jogunk van szeretni, és csak szeretni van jogunk, és ha szeretünk, akkor minden működik. Akkor nem lesz kérdés, hogy mennyi fizetést kapsz, mennyit nem kapsz, elismernek-e vagy sem, ugyanannyi munkát végzel, vagy sem. Tehát szeretni kell. Hát jó lenne ilyen világban élni, ezt én is ezt kívánom. De ezt mi csináljuk, ezt a dolgot? Ez igen, ez... Tehát nem az Orbán Viktor, nem a Donald Trump csinálja, hanem ezt mi csináljuk, ezt nekünk kell csinálni, és hova, melyik kamarában mondjam egy zászlónak, de azt sem bánom, hogy te mondanál zászlót, hogy a jó világ tőlünk lesz, jó világ az itt van, ettől az Istentől, hát aki nem engedi, hogy engem gyűlöletre szítsanak. Nem tőlök be ennek a hülye trükknek, és azt mondom, inkább én építek egy szeretetteljes jó világot magamnak, már ketten vagyunk, már hárman vagyunk, és ha ezt a riportot megnézik, lehet, hogy még sokkal többen leszünk. Hát így legyen. Szép délelőttöt nektek. Nézzetek meg többször is, és gondolkozzunk, és beszélgessünk, és éljünk várjuk így. Várjuk a kommenteket. Sziasztok!